Jó estét kívánok! Önök Kiemelő című magazinunkat látják. Mai műsorunkban részletesen beszámolunk a tegnapi hírös vacsoráról, és azt is megmutatjuk, mit jelent, ha az ember megszerzi a mesterlevelét. Ezek mellett mai magazinunkban egy izgalmas, fiatalok által szervezett udvarszínházi társulat életébe is betekintünk majd. Tartsanak velünk! Két gyermek előadással ajándékozza meg a kecskemétieket a közelmúltban alakult Csillagfény udvarszínház. Augusztus 29-én 11 órától Vitéz László bábjátékot mutatnak be, majd egy interaktív dobműsort adnak a Hunyadi Városi Közösségi Házban. Mai vendégeink Türei Márk, az udvarszínház szervezője, és Kis Adrián főszervező. Jó estét kívánok, szervusztok, köszönjük, hogy be tudtatok fáradni a stúdióba. Jó estét, hát miért köszönjük a meghívást. Akkor beszéljünk egy kicsit erről az udvarszínházról, hogy egyáltalán mit érdemes róla tudni, milyen alapgondolat hozta létre. Az alapgondolat az úgy kezdődött, hogy nekünk volt egy amatőr színjátszókörünk, még bízunk benne, hogy még amatőr színjátszókör, ez majd innen fejlődni fog, és ugye a Csillagfény produkció, így neveztük el, és aztán hoztuk létre Pászti András és Lóci László segítségével a Hunyadi Városba a Csillagfény udvarszínházat. Ez tavaly kezdődött, és még ebben az évben is szerencsére meg tudtuk valósítani. Azt tudom, hogy te már szinte az anyaméhben magadba szívtad a színház iránti szeretetedet, és Ceglédre jártál. Mit kell erről a középiskoláról tudni? Igen, hát most végeztünk a Patkós Irma Művészeti Iskolába. Ez egy nagyon jó iskola, ez szerintem mindenre, aki színész pályára szeretne menni, a lehetőséget megadja a művésztanároktól kezdve, és aki a matekot vagy magyar tanítja, azok is a lehető legjobb szinten a tudásukat hozzák belénk. Adrián, te is, ha jól tudom, most oda jársz. Igen, igen. De hogy kerültél ebbe az iskolába, és egyáltalán te mikor köteleződtél el a színházművészet iránt? Hát én a színházművészet iránt olyan óvoda-közép csoport körül lehettem, mikor voltunk egy színház előadáson. A My Fair Lady-t néztük meg, és ott tényleg egy csettintésre beleszerettem ebbe a színházvilágba, és azóta én elhatároltam, hogy én színész szeretnék lenni, vagy színházban dolgozni. Akkor ez ugyanúgy, mint Márknál elég korán eldőlt, korán. És akkor lehet, hogy ezért találtatok egymásra? Ez lehetséges, lehet. Igen. Beszéljünk már egy kicsit akkor erről a Ceglédi Művészeti Iskoláról még egy mondatban, hogy aki oda szeretne menni általános iskola után, mit kell tudni, hogyan juthat be? Hát ez úgy juthat be, hogy mihez, hogy elvégezte a nyolcadikat, a felvételi lapján ezt az iskolát jelöli meg legelsőnek, utána van egy felvételi elbeszélgetést, oda vihetnek nyilván verseket, aki tud énekelni, vagy hangszeren, vagy táncolni, vagy bármit ő magából megmutathat, és akiben látják a tehetséget, vagy azt a pluszt, hogy tényleg érdekli a színházi világ, akkor azt nyugodtan fölveszik, vagy táncos szakra, vagy színész szakra, illetve van még a suliban sima gimnáziumi tagozat is természetesen. Milyen típusú darabokat adtok elő, ha visszatérünk egy kicsit az udvarszínházra? Mi az, amit belföl szoktatok lépni? Hát legfőképpen vígjátékok és kabarék, ami a repertoárunkat színesítik, de vannak monodrámáink és verses előadásaink. És megírt darabokat adtok elő, és esetleg egy kicsit átírjátok, vagy esetleg vannak saját készítésű művek is? Hát ezek olyan darabok, amiket már megírtak, de mi mindig olyan darabokhoz nyúlunk, ami a mai korban játszódik, hogy a fiatal népet is megszólítsuk a színházi világra. Tehát jól fogyasztható. Így van, igen, igen. És akkor most itt jön még egy korona rá, hiszen egy gyerek előadással készültetek a Vitéz László bábjátékkal, ami ugye augusztus 29-én, még egyszer mondom, hogy 11 órától lesz a Hunyadi Városi Közösségi Házban, utána egy dobjáték is. Mit kell tudni erről a darabról? Hát a Vitéz Lászlót azt szerintem minden gyermek és szülő is ismeri. Lucky Telken néztük meg ezt a produkciót, mi ott léptünk föl a kabari estünkkel, és oda mentünk a báb művészhez, hogy be tudnánk-e iktatni, mert ő szerinte is a gyerekek a leghálásabb közönség, ez szerintünk is, és így van, de természetesen a felnőttek is nagyon hálás közönség, ne legyen félreértés. És Tengeri Attila, jó barátomat kerestük föl, neki van egy interaktív dobsója, és ő is nagyon szívesen elvállalta ezt a fölkérést, és így a két darab
két műsor között lesz egy kis átállás, büfészhetnek limonádé, palacsinta, minden, ami szemszájnak ingere, ott addig átáll az Attila is, jön a második felvonás, úgymond. Hát ez nagyon jól hangzik, és fontos tudni, hogy ingyenes. Igen, ingyenes. És akkor is meg lesz ugye tartva Adrián, hogyha esik az eső. Persze, igen, a közösségi házon belül. Tehát meg tudjátok oldani, tehát nincs katasztrófa. Nem, biztatjuk nem, a kedves nézőket, hogy menjenek, és kell esetleg regisztrálni rá, vagy valamilyen módon? Kell, igen. Ami fönt van a plakáton e-mail cím, hogy csillagfényprodukciójegy@kukac.com, ott lehet regisztrálni, hogy hány fő, hogy azt mi azért írjuk, hogy hány nézőre hogy számíthatunk. Igen. Nyilván, hogy van egy korlát, gondolom. Aztán van egy másik nagy dolog, amire mint szervezők most készültök. Esetleg ismertessétek már ezt is a kedves nézőknek. Hát most egy ugye Körtvélyesi Zsoltnak a önálló estét ismételjük, úgymond. Volt a mi udvarszínházunkban július 8-án, és akkora siker volt ez az előadás, hogy úgy gondoltuk a művészről, hogy megismételjük. Ismét, most központi helyen, az Ejvaház díszudvarán lesz megtartva, este 7 órai kezdettel. Mondjuk már el, hogy hol is van ez pontosan. Ez az Ejvaház a Hoffmann János utca 10 szám alatt található, a Malom mögötti utcában, jegyet az Agorába lehet vásárolni, illetve eső esetén se ijedjenek meg a nézők, mert akkor az Ejvaház dísztermében lesz megtartva. Tehát mindenképpen akkor sem marad el. Így van. És akkor Adrián, te is ebbe bekapcsolódtál, mint szervező? Igen, bekapcsolódtam, mert láttuk ezt a darabot, mert meghívtuk az udvarszínházunkba is, nekem személy szerint nagyon tetszett, és ez egy jó ötlet, tehát preferáltam ezt, hogy meghívjuk még egyszer a művész urat. Érdemes ellátogatni, hogy biztosok a kedves nézőket is, hogy menjenek el minél többen. És azt is kell rólatok tudni, hogy Márk, rólad például tudom, mert ugye itt a Hunyadi városban nőttél föl, hogy te, ahogy megszülettél, onnantól kezdve állandóan színházba jártál. Tehát gyakorlatilag nem volt olyan darab, amit te nem láttál. Így van, igen. Ezt hogy kell elképzelni, mondjuk? Ezt úgy kell elképzelni, hogy igazából én buszsofőrnek készültem még kiskoromban. Aztán másodikos koromban elmentünk ide a Kecskemétre, a Popeye című musicalbe, és én hátra mentünk a színészekhez, én megkérdeztem tőlük, hogy hánykor kelnek. Mert én már akkor utáltam korán kelni, és olyan szakmát akartam válaszolni, nem kell így korán kelni, mert nyűgös kisgyerek voltam, és azt mondták, hogy nem kell korán kelni, este 6-kor bejönnek játszani, vagy ha esetleg van próba, vagy bármi, és nekem mi nagyon megtetszett. Elkezdtem színjátszózni a Lilium Szörnyek csoportban, az ifjúsági otthonban, és onnantól kezdődött meg a színház iránti szeretet. És azért van neked egy kötődésed is, a dédnagypapád talán? Igen, van, persze, Budai Laci bácsi, aki itt volt 40 éven keresztül színész. Na, akkor van azért itt a genetikában is valami, tehát ezt se tegyük félre. Igen. De korán nem kell kelni, de mondjuk későn kell feküdni a színészeknek. Az biztos, az belefér, persze. Jó, van, örülök neki. És akkor Adrián, te is sokat jártál színházban, nyilván hallottuk is, hogy az egyik darab... Igen, sokat jártam színházban, bérlet volt ugye az iskolával. Jártunk a Békés Csabai Színházba, és havonta 3 darabot néztünk meg, ha jól emlékszem. Az is szép. És akkor te viszont lehető rendezőként. Igen, úgy szeretnék elhelyezkedni. Hát akkor még egyszer, mivel csak pár másodpercünk maradt, ismételjük már az időpontot és a helyszínt, Márk, akkor. A helyszín augusztus 29-én lesz a Hunyadi Városi Közösség az udvarán, rossz idő esetén ugye nyilván beltéren lesz megtartva. 11 órásig kezdettel, illetve lesz hétfőn is 2 dupla előadásunk, Vérbeli Olaszok, a Katonatelepi Holló Gasztró szabadtéri színpadán, 6 órakor is este 8 órakor, ez is teljesen ingyenes, viszont ez is regisztrációhoz kötött. Itt is eső esetén bent lesz a bálteremben megtartva. És szeptember 10, ugye este 7 órakor valamit mégis kéne tennem, Körtvélyesi Zsolt önálló estje. Hát ez pazar program. És várjuk sok szeretettel a nézőket. Nagyon szépen köszönjük, sok sikert kívánok az előadásokhoz, és köszönjük, hogy itt voltatok. Köszönjük szépen. Az elmúlt évek egyik legsikeresebb hírös vacsoráját szervezte meg a Bács-Kiskun megyei Kereskedelmi és Iparkamara csütörtökön Kecskemét főterén, ahol 4 szakma képviselői vehették át mesterlevelüket. A Gazdasági Ablak legújabb adása következik.
Közel 800 jegy fogyott el az idei sorban 13. híres vacsorára. A Bács-Kiskun megyei Kereskedelmi és Iparkamara szinte változatlan formában évről évre megszervezi a jótékonysági vacsorát. Azt találtuk ki, hogy egy olyan rendezvényt tartsunk, ami egyrészt jótékony, másrészt pedig a Kecskeméti Fesztivál hangulathoz illeszkedve egy kellemes este eltöltését teszi lehetővé. Gály József, a Bács-Kiskun megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke elmondta, a vacsora kettős célt szolgál, hiszen miközben összehozza azokat az embereket, akik a városban egy jó célért szívesen cselekszenek, fiatal mesterek jövőjét alapozza meg. A bevételnek egy jelentős részét jótékony célra fordítjuk, mégpedig azoknak a tehetséges és jó eredményeket elért szakképzésben tanuló diákoknak a támogatására, akik egyébként szerényebb anyagi körülmények között élnek. Eddig egyébként 111 diákot tudtunk támogatni, kb. 4,5 millió forint összeggel az elmúlt időszakban. Ahogyan az elmúlt években, az idén is a kamara felhívására a jótékony célt sokan főként a vállalkozók támogatói jegyek megvásárlásával és külön adományokkal támogatták. Fontosnak tartjuk ezt az eseményt, amelyet évről évre immáron sokadik alkalommal rendez meg a kamara annak érdekében, hogy szakképzésben résztvevő diákokat támogassa, ami úgy gondolom, hogy jelentős hozzájárulás, mert a diákoknak a motivációja az elmúlt időszakban azt érezzük, hogy egyre csökken, és ezt minden eszközzel támogatni kell, akár kormányzati, akár ilyen szervezet szinten, akár magánemberként, annak érdekében, hogy ez az ország haladjon, a jövőt tudjuk építeni. Az idei vacsorát a Kecskeméti Csárda munkatársai készítették és szervírozták, a kenyereket pedig a fejedelmi pékség ajánlotta fel díjnyertes termékei közül. Akik az idei jótékonysági estén részt vettek, igazán jól érezhették magukat. Baráti beszélgetések és finom falatok mellett telt az este, mindez a jó érzés pedig a jövőben a fiatal tanulók mosolyában is megjelenik majd. Én azt ajánlom, hogy tessenek megnézni az itt álló mestereket, frissen végzett mestereket, mert őket a szakma diplomájaként is becézett mesterlevél innentől arra fogja minősíteni, hogy szakmailag, etikailag, jogilag, gazdaságilag és minden szempontból a legjobbat fogják nyújtani. Gály József, a Bács-Kiskun megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke 42 frissen végzett mestert bíztathatott csütörtökön délután a mesterlevél átadó ünnepségen. Minden mesterlevél átadó ünnepség egy történelmi pillanat, hiszen 50-100-150 évvel ezelőtt is ugyanígy mesterek vették át ugyanezt a mester címet, és ugyanazt az értéket jelentette, garanciát az ő munkájukra, és egy magas szakmai színvonalú felkészültséget és munkavégzést jelentett. Magyarországon a mesterképzést a gazdasági kamarák végzik 1994 óta. Az iparszövetségektől vettük át ezt a nagyon megtisztelő feladatot, az ő módszerükkel oktatunk, és nyilván modernkori tananyaggal. A Bács-Kiskun megyei Kereskedelmi és Iparkamara nem csak a vizsgáztatást, de a szakmánként külön-külön több mint 160 órás képzést is megszervezi a vállalkozó szakemberek részére. Csak a szakmai képzés az 2 hónapig tart. És ugye ezen kívül van még nekik ugye a jog, marketing és a vállalkozás ismeretek. Nagy igénybevételnek vannak kitéve ezek a mesterjelöltek, mert hisz az idő alatt nem tud munkát végezni, közben tanulni is kell neki, de ők örömmel vállalják ezt a terhet, mert ők ebből szeretnének megélni és magas színvonalon üzni. A mestervizsgára történő jelentkezés feltétele a tanulással járó terhek mellett a megfelelő időtartamú szakmai előélet is. Dr. Sasini Albrecht Melinda kozmetikus mester, újdonsült mester, egyike azoknak, akik oklevelüket átvették, 15 éve dolgozik a szakmában. Én úgy érzem, hogy maximálisan elégedett vagyok, minden segítséget megkaptunk, a vizsgákhoz a tananyagot készhez kaptuk, a kommunikáció is zavartalan volt a kamara és a vizsgára készülők között. Mit remélsz attól, hogy most már mester kozmetikus vagy, mit jelent ez a mindennapokban vállalkozás szempontjából? De egyrészt mindenféleképpen szeretném majd a későbbiekben továbbadni ezt a tudást az eljövendő generáció számára, a szakmai gyakorlati tudásomat továbbadni, másrészt pedig kialakult egy a saját munkámban szemben is egy elvárás.
Dr. Sasini Albrecht Melinda elmondta, biztos benne, hogy az ügyfélköre is erősebb és akár nagyobb is lesz a mester cím megszerzése után. A mesterek képzése folyamatos, az okleveles szakemberek szerepe pedig egyre nagyobb hangsúlyt kap. A tudásuk átadása mellett a mesterlevéllel rendelkező vállalkozóknak jelentős szerepe volt abban is, hogy a pandémia idején a szakmunkások megmaradhassanak tevékenységüknél és stabil munkahelyet leljenek. A híróra végén a nap legfontosabb híreit láthatják egy percben. Következzen az Esti Gyors. Környezettudatosabb és komfortosabb lett a Margaréta otthon. Az épület energetikai korszerűsítése a közelmúltban fejeződött be. Dr. Salac László országgyűlési képviselő, Bogasov István önkormányzati főtanácsadó és Pászti András képviselő is megtekintette a felújítás eredményét ma délelőtt. Két utat adtak át ma délelőtt Ballószögön. A teljes egészében elkészült Zsíros dűlőnél és a megújult Széchenyi utcán vágták át a nemzeti színű szalagot a település és térség vezető politikusai. 8 év kiadás után ismét megrendezik a Nemzetközi Repülőnap és Haditechnikai Bemutatót Kecskeméten. A repülőnapra több mint 10 ország katonái, pilótái érkeznek. Az Önkéntesség Magyarország évéhez kapcsolódva Városi Cserkésznapot rendeztek ma Kecskeméten. A Hírös Hét Fesztivál harmadik család, gyermek, ifjúság témájú tematikus héten tartott rendezvényén 4 cserkész csapat vett részt. Színes program kavalkáddal várja látogatóit ma egész este a Kecskeméti Vadaskert. Az állatkertek éjszakája 18.30-kor startolt, és 23 óráig váltják egymást az izgalmasabbnál izgalmasabb programok. Kedves nézőink, a hírórával legközelebb hétfőn várjuk Önöket este 7-től 8 óráig. A híradóban a legfontosabb hírekkel, azt követően pedig a kiemelőben számos háttérinformációval, érdekességgel szolgálunk minden hétköznap. Én megköszönöm mai megtisztelő figyelmüket, nagyon szép hétvégét kívánok mindannyiuknak, viszontlátásra!